1994-es indulásakor talán még maguk a műsor készítői sem gondolták, hogy az akkor induló, vasárnap esténként jelentkező hírháttér műsor, a heti hírmondó több mint 1000 adással jelentkezik majd, több mint 2 évtizeden keresztül hétről hétre összefoglalva a legfontosabb bel- és nemzetpolitikai eseményeket. Az elmúlt 20 év heti hírmondói bíráló és dicsérő nézői visszajelzésekből ítélve kiállták a változó idők próbáját. Bár 1070 adás után most búcsúzik a heti hírmondó stábja, mert a műsor ebben a formában nem jelentkezik már. Számítunk nézőink figyelmére a március 15-én induló M1-es hírcsatorna adásaiban is. A heti hírmondó indulása óta eltelt 2 évtized során 1000 adás alatt a műsor főcíme, díszletei és készítői is változtak. Egy dolog azonban változatlan. Hétről hétre tudósítottunk a Kárpát-medence és a világ magyarságának fontos eseményeiről. Az elmúlt 1000 adás közel 50 000 műsorpercében beszámoltunk a hazai és a külhoni magyar politikai élet főbb tendenciáiról. A hírmondó asztalához ültettünk magyar és külhoni politikusokat, a közélet és a kultúra fontos személyiségeit. Már első műsorainkban a nemzetpolitika került a szerkesztői koncepciók középpontjába. Egy olyan műsor kialakítására törekedtünk, amely nem csak rögzíti, követi, beszámol az eseményekről, hanem csak informál, hanem formál is. Egy picit irányítja a társadalomban végre menő folyamatokat, akkor a rendszerváltozás követően mind itthon, mind pedig a határon túl szükség volt erre. Mai szóval azt mondanám, hogy menedzseli a társadalomban lejátszó progresszív folyamatokat. Véleményem szerint 1989 után valóban kialakultak bizonyos esélyei a történelmi megbékélésnek, a történelmi kiegyezésnek, úgymond közös dolgaink rendezésének. Magyar állandó értekezletek csirája, máért csirája lényegében a heti hírmondónak az asztalánál alakultak ki. Tehát ott ismerték meg egymást, ott jöttek össze a muravidéki Pozsonec Mária, a kárpátaljai Dubka György, ugye, vagy Kovács pedig Miklós. Kovács Miklós, igen, a horvátországi magyarok, az erdély és a felvidéki magyar szervezetek képviselői, de hangsúlyozottan érdemes elmondani, hogy hát a nyugati magyarság szószólói is. A magyar-magyar csúcsra szeretnék egy mondat erejéig még visszatérni. Július 5-én ez a nyilatkozat, amelyet egyébként itt a kezemben tartok, ennek a nyilatkozatnak a jelentősége a 20. századi magyar történelemben teljesen egyedülálló. Először került sor gyakorlatilag arra, hogy a magyar kormány, az ellenzéki pártok és a határon túli 11 magyar párt egy asztalhoz leült, és elfogadta azokat az elveket, ami alapján egy nemzetstratégia megalkotható lenne. Arra törekedtünk, hogy ne a politikai igény, hanem a média vélemény szólaljon meg a műsorba. És hogy ez így volt, az bizonyítja azt, hogy hát bizony kaptunk néhány részről, jobb oldalról is, bal oldalról is, kormánytól is, ellenzékétől is feljelentéseket. A Magyar Rádió Bukarest és tudósítójától tudjuk, hogy egy időben a román külügyminisztérium követte a heti hírmondó műsorait, sőt, megjelentek a heti hírmondóban elhangzott nemzetpolitikai beszélgetéseknek is a román változatai az Alevőrül című újságban. De hadd mondjak még egyszer valami, ami az ütközéseket illeti. Volt egy nevezetes interjúnk, ami a Orbán Nösztászé találkozott követően készült itt Budapesten. A vendég az akkori legnagyobb ellenzéki pártnak az elnöke, egykori külügyminiszter volt. A téma státusztörvény volt. A párt elnöke
Végig azt ajkozta, hogy 23 millió román jön be, és özönli el az országot, és veszi el a magyaroktól a munkát. Már a státusztörvény nyomán. Nyomán, igen. Hiába érveltem, bizonyítékokat mondtam, tényeket mondtam. Erdélyi magyarok szólaltak meg, hogy bizony nem jönnek ide tömegesen a románok. Ő tovább ajkozta, hogy jön 23 millió román. Nem érzi, hogy ilyen cikcakba halad itt a kormány jogi értelemben? Nézze, én járom Romániát, kollégám együtt járjuk Erdélyt is. Itt ebben a műsorban és a heti hírmondóban is megszólaltattunk határon túlélő románokat és romániai magyarokat is. Nincs olyan szándékuk, nem fejezik ki azt, hogy ide jöjjenek tömegesen. Nem tudom, mit mond az újságőrő etika, de engedje meg, én egy üveg egri vörösborba fogadnék önnel, amit bontsuk fel úgy májusban, hogy nem jönnek ide tömegesen román vendégmunkások. Azt jelezték a határmenti megyék, hogy már most járnak ilyen önkéntes munkaszervezők, és a tavaszra már szervezik a munkavállalási lehetőséget. Nem volt túl elegáns ez a műsorvezetői fogás, viszont a románok nem jöttek, de az üvegboromat se kaptam meg. Ugyanebben az adásban számoltunk be arról is, hogy Horvátországban Eszéken Orbán Viktor miniszterelnök átadta a magyar főkonzulátus épületét, és találkozott a horvátországi magyarok képviselőivel is. Hogyha mi főkonzulátust nyitunk a Kárpát-medencében, az azt jelenti, hogy a magyar nemzet határokon kívül rekedt és elzsibbadt tagjaiba ismét megindulhat a friss vérkeringés. Az elmúlt évek során folyamatosan követtük és közvetítettük a Kárpát-medencében élő magyarság törekvését az önrendelkezés kivívására. A Duna Televízió mai napon azt tette, amíg legfőképp a kötelessége. A székelyek nagy menetelésének az élő közvetítésével a világ magyarsága felé az összetartozás csodálatos élményét sugározta, és egyben a székelyföld önrendelkezésének az ügyét szolgálta és menedzselte. A leginkább erdélyi magyar, akinek a minap szobrot állította Kalotaszegen, Kós Károly mondotta, csak az a miénk, amit kiküzdünk magunknak. Én azt hiszem, hogy a Duna Televízió egykori és mai szerkesztői munkatársai nevében mondhatom, küzdjük ki. A heti hírmondó imént idézett ezredik adásában beszámoltunk a székelyek nagy meneteléséről, és egyúttal egy asztalhoz ültettük le az erdélyi magyar pártok vezetőit, hogy a műsorunkban fejthessék ki véleményüket a többség és kisebbség viszonyáról, annak alakulásáról, az összefogás lehetőségeiről, és arról is, hogyan, milyen eszközökkel érhető el az önrendelkezés. Az elmúlt 20 esztendő bizonyította, hogy ez az út meglehetősen rögös, de bizonyára elérhető a kitűzött cél. A heti hírmondó indulása óta eltelt több mint 20 év, és közel 1100 adás során igyekeztünk tehát hűképet adni az önrendelkezési autonómia törekvésekről csak úgy, mint minden a magyar közösségek életét befolyásoló más fontos eseményről is. Ez volt a heti hírmondó, holnap a Dunán közbeszéddel várjuk Önöket. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra, szép estét!